Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, hogy amelynek szándéka, hogy bemutassuk a Szent György Egyetemi és Oktatókórház orvosait, mégpedig azért, mert hogy a következő esztendőben, ahogy már elmondtam néhányszor, megjelenik a Fehérvár Krónikája című könyv is, amely az Aranybullától egészen napjainkig mutatja Székesfehérvár történetét, neves személyiségeit. Vendégem Apkarovics Géza, sebészfőorvos, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm. Nos, hát egy székesfehérvári születésű fiatalemberről kell beszélni, vissza menjünk az időben, hiszen a József Attila gimnáziumba járt, és ez egy fontos adalék ahhoz, hogy jószerivel az egész életét, ha úgy tetszik, itt töltötte nekünk, velünk. Milyenek voltak a középiskolás évei? Hát nagyon szépek voltak, nagyon élveztem. Egyrészt a tanulás és a sport, ezt tette ki gyakorlatilag az életemet. Tanulás, ugye édesapám révén viszonylag hamar orientálódtunk az orvoslás fele, illetve az orvosi szakma fele, és ennek emiatt a kémia-fizika szakos a tantervi osztályba jártam, ahol nagyon kiváló tanárok, nagyon jól, mindenféle különórák nélkül egyengedték az egyetem fel az embert. Volkensdorfer tanul a fizikából, Tóth Lajosnál a biológiából, ezek voltak a két fő tárgyam. De más tanárok is, más területen is, hiszen hát Halmos tanár úr volt a magyar tanárunk. Tehát egy nívós iskola volt, egy nívós osztályjal, ahol nagyon válogatnák a tanárokat is, hogy tényleg jó képzést kapjunk. Igen, hát a Teleki mellett a József volt az a gimnázium, akkoriban, egyenes út vezetett az egyetemekre, önnek is, hiszen Szegedre felvételizett. Szegedre, igen. József Attila Tudomány Egyetemre. Nem, a orvos az Orvostudomány Egyetemre. Szóta Szeged Orvostudomány Egyetemre. Ott végeztem, ott jártam, igen, egyetemre. Milyenek voltak az egyetemi évei? Kik voltak azok a professzorok, akiknek a tanítását elraktározta a későbbiekben is? Hát igazából azért viszonylag a professzoroktól igazából távol voltunk, de nagyon nagy hatású emberek voltak, és akik nekem élményt adtak. Hát a Csillik Bertalan az anatómia. Nekem az anatómia az egyik kedvenc tárgyam volt, hiszen oda kerültem egy naív emberként, aki azt se tudja, hogy mi az élet, és ő felépítette nekünk az embert. Hát a csontok, az izmok, az idegek, ez egy nagyon látványos szakma, nekem talán az egész életem alatt a legkedvesebb tárgyam volt, és ezt mondjuk egy elég színes személyiség adta nekünk át. De hát bármelyik professzorra visszaemlékszek, ezek mind komoly emberek voltak. Miként választott szakirányt? Hiszen azt tudjuk, hogy az édesapja kormosznok volt. Kormosznok volt. Hát ez elég egyszerű volt. Én nekem fontos volt, hogy Fehérvárra jöjjek, és a baleseti sebészet volt akkor a legkézenfekvőbb, mert ebből nagyon nagy hiány volt, és ezt a korosztály, az évfolyamunk fiúi nagy része baleseti sebész lett. És nekem mondjuk tetszett, és mindig is ilyen irányba gondolkodtam, de az, hogy konkrétan lehettem volna általános sebész, vagy baleseti, a balesetit igazából úgy választottam, hogy itt volt hely, biztonsan lehetett munkát kapni, és hát azért láthatóan jó képzést adtak itt az embernek abban az időben is. Ugye 1981-ben végzett, és egyenes útja vezetett haza, ahogy tetszik, Székesfehérvárra. Igen, én nem is gondoltam máshova, nekem azért nehezen tudtam volna elképzelni, hogy a családomtól távol éljek, tehát egy más kor embere voltam, és hát egy olyan családban nőttem fel, aki hát mindig egymásra figyelt, összetartott. Tehát az édesapja példakép volt mindenféle értelemben? Hát ő, hát ha őt veszem, hát ő egy ilyen, akik ismerték, hát ma már olyan kevés olyan ember van, de hát az egész életútja egy különlegesség volt. Szakmailag annak idején Heidelbergbe végzett, ugye mint erdélyi ember, mi erdélyi örmények vagyunk, és ugye hát az örmények gyakorlatilag magyarrá váltak abban az értelemben, hogy Magyarországhoz tartozók. És mint ilyen, ugye a román-magyar viszonyok miatt kénytelen volt, édesapja gyógyszerész volt, elég jó módú ember volt, Heidelbergbe végezte az egyetemet. Ott kormosznok lett, és az akkori Tajcsrender professzornak volt az első asszisztense, 10 évig élt Németországban, míg nem a háború szólította haza, mert hát ő ugye, mint aki mindig letette a voksát mondjuk
a nemzete mellett önkéntesként ment a háborúba. Fogságba esett, orosz fogságba, és így került Fehérvárra. És innentől itt élt édesanyámat megismerve, család alapított, és gyakorlatilag így éltünk. Két fontos dátum, 1985 és 87, a sebészet, illetve a traumatológiai szakvizsgája. Ezek követték egymást, tehát tudatos volt a választás. Hát onnan már kötelező, tehát ha valaki traumatós volt, annak 5 év, tehát a kezdés után 5 évvel meg kellett csinálja akkori képzés szerint az általános sebészetet. Az nagyon érdekes volt, nagyon élveztem Illés főorvos, meg hát a két legendás Tóth mellett nagy élményeket kaptam. Illés főorvos még gondolt, hogy átmegyek, de én megmondom, maradtam a traumatológiánál, ahol tényleg hát maga Sánta főorvos kezei alatt megint nagyon jó dolog volt, és hát nem beszélve a két nagy embere, a Pete főorvos és a Kerkuska, azok, a Pete főorvos és a rosszul mondtam, a Kerkuska főorvos, inkább gyereksebész, a Varga Gyula főorvos azért nagy segítséget adtak egy fiatal embernek. Mi mindent lehetett tőlük megtanulni? Hát a szakma magas szintje volt a legemzőbb. Pete főorvos az alapvetően a tehát ahogy ő volt az igazi orvos az életemben. Egy kicsit apámra jellemző, akinek csupán a beteg számított. Tehát én még olyan, ma már ez nem divat, de akkoriban se volt olyan általános, mint amilyen ő volt. Hát ő volt az orvos az én szememben. Na most ugyanez volt egy fiatal kiadásban, egy kicsit fiatalosabban a Varga Gyula főorvos szintén. Mikor jött el az a pillanat, illetve honnét jött az indítatás, hogy a sportsebészet felé orientálódjék? Hát az egy véletlen volt. Ugye nekem a feleségem egy válogatott kéz, a Páncél Anikó, talán ismerős, a régebb sportok között mindenképp, a feleségem, és amikor ő gyakorlatilag elkezdett térpanaszokkal bajlódni, és mondjuk a karrierje vége fele, akkor nem volt Fehérváron senki, akihez értett volna, úgy mentünk el Győrbe. Győrbe. Azóta már jó viszonyban vagyok a kollégával, aki minket meg, aki tört, mondjuk kaptuk a segítséget, illetve a másik már meghalt, de hát ez nem véges. Győriektől vettem az ötletet, hogy hát itt van egy hatalmas terület. Én magam szerettem amatőr szinten a sportot, rendszeres videóton mérkőzést látogató, a feleségem sportoló, és nincs sport ember, és innen jött az a sport foglalkozó orvos, hát innen jött az ötlet, és akkor volt egy szerencsés lehetőségem, a unoka bátyám, az a Sugárdi Szívsebészetnek volt a főorvosa, és őtőle kértem segítséget, hogy szerezzen, akkor még az artroszkópia nem volt így elterjedve, hogy szerezzen nekem egy helyet. És ő egy nagyon szerencsés konstelláció, jó viszonyban volt az Európai Sportsebészettársaság alelnökével, az a Pressler professzorral, és őnek ez egy magánklinika volt inkább, bár elláttak mindenféle biztosítást, ahogy beleláttam később, de ő hozzá kikerültem, és az alapokat nagyon jól odaadták. Tehát ez a németországi út, ez meghatározta a későbbieket is. Elindító, igen. Emlékszem, Sánta főorvos mondta, amikor mutattam, hogy hova megyek, azt mondta, hogy megfogtad az Isten lábát. Akkor nem értettem. Ma már értem. Az artroszkópos sportsebészeti eljárás óriási áttörés volt. Tehát mi nagyon sokan megtapasztaltuk a 70-es évek közepén, hogy egy sima porc, tehát egy meniszkusz műtét, az fél évet jelentett. Egyben főorvos úrnak köszönhető, ha valaki oda került a sportkórházba, és attól a pillanattól kezdve, hogy ez folyamatosan fejlődött, elmúlt már legalábbis a hónapok. Nyilván nem az ennél komolyabb sérülésekre gondolok. Tehát ez valódi áttörés volt? Igen, igen. Az artroszkópia az tényleg egy alapvetően megváltoztatta az ellátásoknak a technikáját, ezáltal sok minden gyorsabban gyógyult. Valami nem gyógyult gyorsabban, mert maga a szalag beépülése az időigényes, és megvan a dolog, de maga a műtét technikailag valóban megkönnyíti a betegnek a gyógyulását. Ma például a vállban ennél még nagyobb ugrás, mint a térdben volt annak idején. Így van, tehát olvassuk azért folyamatosan, hogy a keresztszalag szakadások, stb. Az 6-8 hónap továbbra is. Az igen, mert a maga ez egy beépülési folyamat, amit azért nem vagyunk istenek, nem tudunk mi gyorsítani. Az időt ki kell várni. Mindig azt akarom mondani, hogy aratni is csak júliusban aratnak, ugye? Nem pedig májusban. És
de a technika megkönnyítette a beteg számára a felépülés első időszakait. Az, hogy természetesen ezt idézőjelbe teszem, és nem negatív jelzőszerkezet, hogy munkamániás, azt ugye számtalanszor elmondta, hogy az otthonról hozta. Azt igen. És azt a fajta fegyelmet, ami egy orvosra jellemző. Ezt hogy sikerült megtartania? Hát nézd, elég nagy hatású ember volt édesapám, gyerekkorunk óta velünk foglalkozó ember volt, és gyakorlatilag ezt mindegy presszió belénk ültette. Belénk ültette azt, hogy én minden szombat vasárnap bemegyek, az onnan ered, hogy amikor először felkeltem, és mint más gondoltam, otthon vagyok, szóval nincs dolgom, akkor szinte parancsszerűen beküldött, hogy biztos, hogy van problémája a betegnek, ami miatt orvosra, ha nem is úgy van szükség, hogy feltétlenül, de nem árt. És igaza lett, bármelyik szombat vagy vasárnap bemegyek, mindig volt értelme bemenni. És az annyira véremmé vált, hogy a feleség már küld, hogy menj, mert akkor tudja, akkor vagyok nyugodt. Hát ez ilyen. A munkamánia, hát szerettem. Én nekem ez nem munka volt, hanem játék, így mondanám. Ahogy olvastam öntől, hogy a karácsony a kivétel. 25-e. 24-e még nem, de 25 az egy nap. Hát hogyha nem borul úgy fel, volt úgy felborult. A másik meg azt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy azért a vallásos nevelésnek ez nagy, nagy ereje, hogy a kötelességet magasabb szintre állítja, mint ami ma divat. És ezt én gyerekkorom óta ebben nőttem fel, és a beteg szolgálata, a kötelesség, ez mindig, mindenek felett volt. Mondok egy példát, épp ma. Ez egy nagyon jó példa a vallásos ember gondolkodására. Van egy kis fiatal gyerek, az apját ismerem a templomból régóta, 8 gyerekes család, és ugye bekerülne a műtőbe. Na most a műtőben, ha altatunk többet, akkor egy műtét elmarad. Valahogy úgy szokott kérni, mert az mindig lassabb. És hát általában a gerincet, én mondjuk személy szerint jobban szeretem a gerincézést, és magamnak is azt kértem, de van egy ilyen előnye. És a kisfiú nagyon ragaszkodott az altatáshoz, és mondtam neki, mondom, figyelj, egy ember el fog maradni. És akkor mondom, te keresztény vagy, mit választasz? Azt mondta, hogy a gerincet. A hit fontos szerepet játszik tehát az életében. Igen. Nekem igen. Ez miben segít? Hiszen ki másként fogalmazza meg a hitéletét, a hitéletének az alapvetéseit? Hát én úgy gondolom, hogy az elég egyértelmű. Isten határozza meg a gondolataimat, a tetteimet az által kialakít erkölcsiséggel együtt. Nem egyszer, csak ilyen, azért annyira nem térek ki, nem egyszer éreztem, hogy olyan lépések történtek, amik ő nélkül nem történtek volna még az életemben. Értem. Ez. De alapvetően erkölcsiség. Azon kívül a gyakorlatilag lefordítva munka, munkához való kötelességhez való hozás, ez nagyon fontos az én szememben. Tehát ezért baj az, hogy ez ma ki van ölve, vagy írtják ki az emberekből. Ez nagy hiba. Tehát elindult egy úton, viszont a folyamatos fejlődés záloga a tanulás. Tehát nyilván számtalan olyan konferencián vett részt, illetve külföldön is jár, ahol tovább lehet fejleszteni az artroszkópos eljárást, hiszen a sportsebészet nem áll meg. Számtalan olyan új sérülések jönnek, amelyek eddig, ha úgy tetszik, ismeretlenek voltak. Hát igen, igen. Hát az annélkül nem ment. Én mindig igyekeztem tartani, mert amikor kint voltam Németországban, azt láttam, hogy őket legfeljebb nyomon lehet követni a hatalmas technikai nyomon, de utolérni nem. Csak bizonyos pontokon, részt területeken. És mindig az volt a célom. És ezért mindig fenntartottam német, osztrák orvosokkal kapcsolatot, akik sokszor eljöttek itt, bemutatták nekem a műtétet, úgy tanultam meg. Egy gyakorlott embernek az nem kell annyiszor eljön, de egy párszor eljöttek, és így segítettek. Hát igen, meg hát én mondjuk, mivel németül tudok, nekem a német nyelvterületű volt, ami segített. Ezért nem vagyok német imádó, de szeretem a németet, mert a német az azt csinálja, amit mond. Így nem fordítva. Némi túlzással, ha kinyitjuk a nemzeti sportot, és nyilván a szakújságírók folyamatosan beszámolnak a sérülésekről, akkor többet találkozunk az ön nevével, mint néhány remek futballista nevével, mégpedig azért, mert hogy jószerivel önhöz fordulnak a legtöbben. Hát ez azt is jelenti, hogy korántsem véletlen, hogy a top 5-ben az első 5 sportsebész között említik önt, jogosan teszem hozzá. Ez megerősítés önnek?
Hát igen, igen, az persze, az mindig szeretem, mindig emlékszem a népsport, a nemzeti sportot, mindig úgy vettem ki, hogy átnéztem mindig az átom operát játékosok játszanak-e, vagy nem játszanak, ez is benne van. Igen, jól esik, hát ha hazudna az ember, hogy, ha azt mondja, hogy nem esik jól, igen, igen. De ha így elismerést tekintek, akkor az a Prima díj, az nekem az még nagyobb dolog volt, vagy az volt a legnagyobb, mert az a környezet, amiben élek, az adta ezt a díjat. Tehát Fehérvár környezete. Igen, tehát egyben volt szakmai elismerés, másrészt pedig igen. Az emberi. Tehát... Sportolók is, hát ez ugye változni fog az ember, hogyha egy korosodik, később kikopik belőle, de jelenleg még azért az NB1-es sportolóknak egy jelentős része megkeres. Igen. Sportsebészként miként látja, miért van az, hogy egyre több a hasonló sérülés? Tudjuk, hogy felgyorsult a világ, felgyorsult a játék. Biztos, hogy nagy a terhelés, biztos, hogy annyira nem lehet kipihenni, nagy a dinamika, nagy a lendület, uhatatlan. Hát egyszer volt egy cikk, de mondom, hogy gladiátorok ezek a fiatal emberek, már hatalmas. Hát meg kell nézni az emlékszem, a ukrán meccsen a svéd. Hát az tulajdonképpen nem egy szándék volt, az abban a sebességben ez bekövetkezik, amikor az ukrán meg a svéd összecsúszott. Igen. Ugye én nem is ítélem el a svédet egy pillanatig, hát ebben a sebességben ezt ő nem tudhatta, hogy ez lesz. Na, ezért vannak a dolgok. Tehát ez vonatkozik a labdarúgáson kívül valamennyi labdasportra egyik oldalra? Igen, igen. Azon kívül meg a talajon, úgy látom azért a régen, amikor én sportoltam, még salakon játszottunk, ott elcsúsztunk, elestünk, a szalag nem, de ma letapadnak a lábak. Sokkal több a tapadás, és a tapadásnál, hogy a nagy energia a szalagot könnyebben szakítja el. Hol tart ma általában, azt tudjuk, hogy ön ott van az élvonalban, de hol tart ma a sportsebészet? Magyarországon? Európában és Magyarországon ehhez képest. Hát én szerintem Magyarország már elég jó Európában, tehát azért ma már át lehet venni a módszereket. Ma már tényleg a világ egységes lett. Én azt mondom, hogy ugye térdben gyakorlatilag a sport dolgokat meg tudják oldani. Ma már a vál hatalmasat ugrott. Tulajdonképpen, hogy mondjam, a mindennapi sporttevékenységekben, vagy az élsportban levő sérüléseket meg tudják oldani. Ez nem gond. Tehát kimondhatjuk, hogy a sportsebészeti eljárások követik azt a felgyorsult játékot, ami ma jellemző? Igen, hogyne. A hétköznapjairól kérdezem, bár ez nehéz kérdés, hiszen az imént arról beszéltünk, hogy jószerűvel alig van szabad ideje, hiszen minden idejét a hivatásának szenteli. Hát én tényleg, ha úgy mondom, hogy egy 20, hát nem az egész életben, hogy 40 éve vagyok a szakmában, ebből mondjuk az első 10-15 év azért, hiszen nem is volt az ember olyan aktív, hát hogy lehetne egy fiatal ember, ez tanulási fázisban van. Akkor más dolgoztam, baleseti sebészetet ügyeltem, akkor sokat ügyeltem. Én szerettem ügyelni, nekem az sose volt gond átvenni egy ügyeletet. Én nekem az is tetszett. Majd amikor jött a sport, tudom, 37 éves voltam, amikor először vettem arthroszkópot a kezembe, és az most 66 vagyok. Na most innen azért felgyorsult az életem, hiszen párhuzamosan csináltam, amennyire tudtam a balesetet, de a képzéssel és a munkával együtt a sportsebészetet azért nem volt könnyű együtt csinálni. Tehát, hogy képezzem is magam, csináljam a sportot, plusz baleseti sebészet. Hogy nekem utána egy olyan 20 évig szinte nem volt magánéletem, de ha volt, akkor gyakorlatilag otthon töltöttem családomon. Egyet szerettem síelni eljárni, és a másik volt, hogy én foci csapatoknál voltam, nekem az egy nagy pihenés volt a foci pályán, ülni a kispadon, utazni a csapattal, ez egy élmény. Mindig azt szoktam mondani, hogy sportcsapatoknál levő orvosok mind tehetségtelen sportolók, akik élvezik azt a milliót, amivel nem tudtak volna máshogy bekerülni. Ugye 2003-ban lett az OSZ vezető, azóta nagyon sok minden változott. Mennyire népszerű ma a sebészet az orvostudományban? Hát a sebészet szerintem, főleg az ortopéd sebészet, ez nagyon népszerű. Színes, értelmes, az emberek megtalálják is, ezt nem azért mondom, de anyagilag is a számításokat. Tehát egy nagyon sok oldalú, szakmailag minden, tehát egy teljes életet tud adni egy fiatal embernek. Igen. Azért azt mindig el szoktam mondani, hogy azért az én életemben a sok nagy szerencség is kellettek, és ebbe azt mindenhol ki fogom hangsúlyozni, mert életem legnagyobb jó téteményét annak idején csak kaptam, amikor a részleg létrejött, amit tetszett mondani.
Gombaszögnél Balogh Ibolya, ő hozta létre. Ő alapította meg, ő hozta létre, és ő nélküle én szerintem még az sem biztos, hogy Fehérváron lennék, ha akkor nem tudom ezt a utat így megcsinálni. Van egyébként csábítás, hiszen egy neves sebész népszerű hát minden azt, országban. Hát én nekem, engem Romániába hívtak, ott meglepő felszerelt klinikákra. Úgy sose csábultam el, hogy teljesen oda megyek, nem mondom, hogy nem gondolom, hogy egy-egy napra kimegyek, de olyan bonyolult volt az adminisztráció, ugye az én szakvizsgám az baleseti sebész jellegű, ők meg ortopéd jellegű, tehát egy francia rendszer, angol rendszer, én meg egy ilyen német rendszerbe kérdődtem, hogy nagyon sok mire a papírok elintéződtek, mert elment a kedvem tőle, akkor sem mentem volna el. Hát én ezt a részleget, amit marha nagy energiával összehoztam, azt én úgy tekintem, mintha az életem része. Azt én sose hagyom ott. Ilyet nem tudok elképzelni. Ez olyan, mint a családomat se hagyom ott. Ez is egy ilyen dolog. És csak úgy egy játéknak gondoltam, mert volt. Hát lehet volna, hogy amikor a feleségemet hívták Németországba, akkor neki nagyon jól ment a játék, a Tefal Lützelinden. Nem, akkor se. Azért én az itthon vagyok itthon. Itt érzem jól magam. És ebben még a Fehérvár is fontos, tehát hogy Fehérváron. Így van, tehát és mi is számítunk önnek. Fontos az elismerés nyilvánvaló, de az igazi elismerés én azt gondolom egy sportsebész számára, ha látja azt a játékost, akit röviddel előtte megműtött, hogy visszatér és újra a régi fényében ragyog. Van kedvenc sportolója, sportja? Hát sportoló, hogy egyszer kihagytam valakit a felsorásba, azért nagyon nehéz, de azt az embert, azt nagyon sajnáltam, hogy kimaradt, mert annyi ember volt, és hirtelen jött egy másik cikk kapcsán. Igen, de hát sok ilyen sport, sőt, barátaim vannak, hát, ha belegondolok. Hát, de olyan, hogy tényleg valóban Árki Gáborral ma is baráti viszonyban vagyok, még az Gászer időből. Igen. Egy nagyon komoly, értékes ember, jó gondolatokkal, és egy intelligens ember, úgyhogy nagyon jó a viszony. De ez nem azt jelenti, hogy mással nem, nagyon sokkal, de ővele baráti viszonyban vagyok. Megértem. Milyen álmai és vágyai vannak még? Hát most már csak, azért most a nyugdíjas vagyok. Az, hogy működjön ez a sportsebészet tovább, úgy látom fog, az unoköcsém vezeti már, ő így kiteljesedik egy más irányba is, tehát vál, akkor a másodunga testvéremnek a fia, a másik aktív ember, ő is látom, hogy erőteljes ember lesz. Tehát, hogy menni fog tovább, ez az egyik. Akkor kiképezni egy-két újabb fiatal embert, akinek van kedve hozzá, mert azért emlékszem, amikor Németországban engem olyan kedvesen fogadtak, akkor megfogadtam, ha valaki akar, annak én biztos, hogy segítek. Ez volt, és a családomban szeretném, ha unokám született fél éves, hogy még azt is talán lássam, mindig nevetnek rá, a videótom mezbe kifutni. Csak viccből mondom, de azért hogy a kicsit benne van az emberben, lehet, hogy abszolút tehetségtelen lesz, akkor nem fog, de azért ilyesmik, ilyen családom, a feleségemmel jól élünk szépen, gyerekekkel, úgyhogy nos, hát akkor nagy családdal igyekszem, amennyire tudom. És ehhez kívánok önnek jó egészséget, hiszen szükségünk van erre. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem pedig Apkarovics Géza, sportsebész főorvos volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!